azt hozok nektek, a Shemer Live-ot, ilyen nyugtatós, pihentetős triggereket hoztam nektek. Négy triggert hoztam nektek. És remélem, hogy tetszeni fog nektek az ASMR, vagy az ASMR live, ahogyan azt is szoktátok mondani. Hoztam nektek négy-öt triggert, hoztam nektek egy ilyet. Hoztam nektek egy ilyet. Hoztam nektek egy ilyet. És hoztam nektek egy szacsit is. Úgyhogy kezdjük is. Nem is szeretném szaporítani tovább a szót, mert nem sokára kell menjek fürödni, és körülbelül egy fél óráig leszek itten, vagy lehet, hogy egy óra, nem tudom még pontosan, és utána megmegyek, meg kell menjek tusolni. Úgyhogy gondoltam, és el szeretném még nektek azt mondani, hogy láttam a szavazásba, kitettétek, most kitettem nektek szavazásba itt az Instagram oldalamon az ASMR live-ot, hogy szeretnétek, hogyha csinálnék nektek ilyen ASMR live-ot, és ti azt mondtátok, hogy igen, szeretnétek, úgyhogy most ezért csinálom nektek, nagyon-nagyon sokan szavaztatok rá, körülbelül ilyen 80% van, úgyhogy szeretném nektek megköszönni, hogy megszavaztátok, hogyha szeretnétek, akkor jövő héten vasárnap is hozok nektek ilyen pihentetős, nyugtatós live-ot. Úgyhogy kezdjük is el. Azt szeretném még tőletek megkérdezni, hogy halljátok a hangot. Írjátok meg nekem kommentbe, hogy halljátok a hangot, amit csinálok. Írjátok meg, kérlécsi. Köszi szépen! Ó, várjatok! Aztán ki van? Vagy Szacsi?
csinálom a második triggert. A második triggert szeretném nektek hozni. És az a gyufáskatuja lesz. Nem tudom, hogy még fog nektek tetszeni, de azt majd írjátok meg nekem a kommentbe, hogy ti nektek még tetszett a legjobban, jó? Ilyen ASMR, ilyen ASMR videókat régebben, meg live-okat is csináltam a YouTube csatornámra, hogyha valamelyik őtök nem tudná, hogy még a YouTube csatornám, mert most két csatornám van, a Szabi Gál, és van egy másik, a Szabolcs Gál. De nagybetűvel Szabolcs Gál és Szabi Gál két YouTube csatornám van, mert a másikat feltörték. És oda is szoktam ASMR videókat készíteni, aki nem tudjátok.
Négy kulcsot. Azt mondják, hogy a tűz is, vagyis a láng, vagy annak a hangzása, az is azt mondják, nagyon megnyugtatja az embert. Olyan a repülőgép, hát én most nem tudok nektek repülőgépet lehozni, hogy annak hangját halljad. Igen, az is jó, azt is hallottam. Én nagyon szeretem, amikor így meggyújtják a hagyufát. Annak is a hangzása nagyon-nagyon jó. És most jön egy harmadik, igen, egy harmadik triggert hozok nektek, ami ez. Ez egy ketchupos, ilyen, hát flakon. Készítek el. Ebben csípős ketchup van, csípős ketchup. Valamikor úgy csípő, az egész szám kilangol tőle. Szia, Renáta, szia!
Sojahoz, ASMR Live. Nagyon sokan nekem írták a YouTube csatornámon, írták azt, hogy nagyon sokan meg tudnak nyugtatni, meg tudnak nyugodni, például a kopogásoktól, a víznek a zajától, akármitől meg tudnak nyugodni. Éjszaka a gondolatait lefoglalja valamivel, akkor szerintem az nagyon-nagyon jó. Olyankor egy olyan, hogy mondjam, egy olyan stressz hatás alatt, vagy nem stressz, hanem olyan nyugtató hatás alatt vagy, amitől ki tud kapcsolni az agy. Valakinek ez, valakinek az. Például én nagyon szeretem, amikor valaki kopogtatja az én izéket. Ezeket nagyon-nagyon szeretem. Én is olyan, igen, én is ezeket szoktam nézni, ha nem tudok aludni. Általában úgy szoktam, hogy rámegyek a YouTube-ra, és akkor ilyen beírom, hogy ASMR live, vagy ASMR videók, és akkor éppen
azért csinálom, mert ti kértétek. Ha ti nem kértétek volna, nem csinálnám. Mert én nem tudom. Én nem értek ezekhez az ASMR videókon csak azokat, amiket én szoktam nézni. Én valahogy nem nagyon szeretem csinálni, de valaki szereti csinálni, én nem. De mivel ti kértétek és azt mondtátok, hogy benneteket ez megnyugtat, ezért csinálom. Az utolsó triggert, amivel fogunk dolgozni. Nem tudom, soha nem tudom, de nekem ez is elég. Ha nem nézne senki, Szia, Lilácska, szia! Hogy vagy ma? Köszönöm szépen, jól vagyok. Tűrhető. Levest csináltam, levest. Ilyen gyors levest.
úgy szoktam csinálni, hogy jobban megyen a széklet, stb. Szia, Siki, szia! Szia, nincsen sója, nincsen hó, már elolvadt. Volt, amikor esett a hó, de már elolvadt. Ez a negyedik trigger, ez már az utolsó, Siki, az utolsó. Igen, esik a hó, nálunk nem esik. Az eső esett a tegnap este. Igen, Siki, vissza lehet nézni. Igen, vissza lehet nézni. Négy trigger volt. Van ez. Volt ez. És volt ez. Igen, vissza lehet majd nézni, Siki, vissza lehet nézni. Kirakom majd az oldalra. Sikikém, jól van. Remélem, hogy ti jól vagytok.
tudod, és szívesen meghallgatlak. Nem. Nem, Siki, nem megyek sehova. Nem sokára megyek fürödni. Szívesen. De jó illata van a hajátok. Ez citromos, citromos. Olyan jó illata van a hajátok. Persze, Siki, persze. Van, akik én állam sokkal jobbak, akiket csinálnak új triggereket, olyan jó triggereket tudnak hozni, meg minden. Le a kalappal. Ők sokkal jobbat csinálják, mint én. Én még csak most kezdő vagyok. Igen, igen, az. Igen, az sem er, a ASMR Live. Ti megszavaztátok, legyen ASMR Live. És ezért csinálom. Igen, köszönöm szépen. Aranyos vagy, lányom, aranyos vagy, köszönöm. Aranyos vagy, Sikikém, aranyos vagy. Köszönöm szépen, lányom. Köszönöm, aranyos vagy. Nem, még nem vettem olyan szívás gombócot. Még nem vettem olyat, lányom.
az acsival, meg a gyufással, és utána vége. Jó. Köszönöm szépen, Siki, köszönöm, aranyos vagy. Az nagyon finom, Siki, az nagyon finom. Na figyeljetek, megnyújtok nektek egy ilyen. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem az Asemert Live-omban. Remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk legközelebb holnap délután. Igen, holnap délután találkozunk egy újabb live-val, csak akkor már nem Asemert Live-ot fogok nektek hozni, és nem este fogok jönni, hanem olyan délután egy óra fele fogok jönni hozzátok, és akkor várlak is benneteket nagyon-nagyon sok szeretettel. Nem, Siki, nem gyújtok most már többet. Nem gyújtok most már többet. Tehát a te kedved
vigyázzatok magatokra, holnap találkozunk délután. Jövök majd hozzátok délután olyan délután 1 óra fele, és akkor majd lehozok valami témát. Jó, puszi nektek, szép étvégét kívánok nektek, és majd még este, majd még jövök olyan 11 óra fele, jövök majd még hozzátok live-ba. Addig is kellemes, szép étvégét kívánok nektek, szép estét, jó pihenést kívánok azoknak, akik pihisznek, akik pedig kicsit sétálnak a városban, azoknak jó sétálást, akik pedig vacsora előtt állnak és vacsorát készítenek, azoknak nagyon jó étvágyat a vacsorához. Úgyhogy puszilak benneteket. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, és találkozunk majd